Káros és mérgező anyagokat is tartalmazhat az elektronikus cigaretta. Most már az egészségügyi szakma is felhívja a figyelmet arra, hogy nem kevésbé mérgezi magát és pusztítja tüdejét az, aki e-cigire gyújt, mint aki a hagyományos dohányt szívja. A tüdőgyógyászok pedig egyöntetűen elutasítják, hogy elektronikus cigarettával könnyebb lenne a leszokás. Nem tudjuk, hogy mi az a hatóanyag, nikotin van-e benne, ha nincs benne, akkor milyen egyéb addiktív anyagokat tesznek bele, hogy a beteg erre rászokjon. Sem az összetételét, sem a hatóanyagokat, vívőanyagokat nem ismerjük, és képzeljük el, hogy ezeket a nem ismert összetételű anyagokat egy szippantással, egy teniszpályányi felületen bevisszük a tüdőbe, ott is károsítja a hörgők felszínét, és fel is szívódik a hajszálereken keresztül, és az egész szervezetet befolyásolja, mérgezi, nem tudjuk, hogy milyen anyagokkal. Megmaradnak azok a berögzült mozdulatok is, amit a dohányosoknak el kell felejteniük, ha leteszik a cigarettát. Akik elektronikus cigire gyújtanak, valójában ugyanúgy dohányoznak, magyarázta a főorvos. Az e-cigarettát még 2003-ban egy kínai cég fejlesztette ki, nálunk 2005-ben dobták piacra. Azóta a számtalan fajtája megvásárolható. 2012-ben a nem dohányzók védelmében született törvény nem engedi a zárt térben való közintézményekben, vendéglőkben a dohányzókat, és a munkahelyeken is csak a kijelölt helyeken lehet rágyújtani. Szeptemberben volt egy európai tüdőgyógyász kongresszus, ami már ecigimentes volt. Tehát ugyanazokat a szabályokat igenis, és remélhetőleg itthon is majd szigorúan be kell tartani, ami a cigarettára vonatkozik. Hiszen ebben is vannak, mint említettem, olyan mérgező anyagok, amikkel a passzívan mellettem álló és passzív dohányzásnak kitett embertársunkat mérgezhetjük. Egyébként egyrészt a szabályozás miatt, másrészt a jövedéki termék magasabb ára miatt is kevesebben dohányoznak, mint 5-10 évvel ezelőtt. Ezt a folyamatot mindenképp üdvözölni lehet egészségvédelmi szempontból.